A mai ember, hogyha ezzel a szóval találkozik, hogy metafizika, akkor az számára valami borzalmas szónak tűnik. Emiatt is, és más megfontolásokból is meg lehet azt állapítani, hogy manapság olyan metafizikai értelmezések terjedtek el, sőt olyan metafizikai értelmezéseket tanítanak, a metafizikának olyan értelmezéseit tanítják egyetemeken is, amelyek mintha azt a célt szolgálnák, hogy a metafizika az valami elérhetetlen, megvalósíthatatlan, szaktudást igénylő, sőt szaktudásra alapozott tárgykör, és az emberek némi túlzással, de lehet azt mondani, hogy az emberek spontán és természetes metafizika iránti érdeklődését gyakorlatilag teljesen elvették. Hogy látod ezt? Valóban van-e egyfajta ilyen direkt elidegenítő tendencia a világban a metafizikától, vagy ez csak egy feltételezés? Ha a metafizikával foglalkozunk, és ennek a helyzetével a jelenlegi világban, akkor mindenek előtt magáról a metafizikáról, mint tárgykörről kell egyet s mást mondanunk. A metafizika megjelenik a filozófia körén belül, mint koronafilozófié, mint a filozófia koronája, mint a filozófia betetőzését jelentő disziplina, mint az a filozófiai tematikum, amely a legmagasabbról, a legvégsőről, az összefoglaló egységről értekezik. A filozófia körén belül megjelenő metafizika tulajdonképpen a lét vagy létezés elméletre, az ontológiára, az ismeret és megismerés elméletre, a gnoszeológiára, és sok tekintetben az érték és érvény elméletre, az axiológiára alapozódik. De ezeknek egy foglalata, egy ezeket meghaladó szemléletbeli foglalatot jelent. De ez a filozófia. Tehát a filozófia egyik tárgyköre a filozófia metafizika. Ilyen értem, ez egy melléknéves jelző, tehát a metafizikai filozófia. Van azonban más értelmezhetősége is a metafizikának. Van egy filozófia feletti értelmezhetősége, és tulajdonképpen ez kapcsolódik szorosan magához, a metafizikához, mint megnevezéshez. A metafizika, mint megnevezés, ta meta, ta physica kifejezésből ered. Arisztotelész bizonyos műveit jelölik így. Tehát, és ez azt jelenti, hogy azok, amik a természetieken túliak. Van egy magasabb jelentése is. Azok, amik a létesülteken, vagyis a létezőkön túliak. Ebből lett azután ez a latinba átvett görög szó, mint melléknévi jelző, és kifejez valamit a filozófia vonatkozásában. De itt ebben, ha magát az eredeti megnevezést nézzük, akkor ez rávilágít ennek az igazi jelentőségére. Valami olyasmivel foglalkozik, ami a természetieken, sőt a létesülteken, a létezőkön túli. Vagyis a létezők és a létezés gyökerével foglalkozik. Gyökerével és csúcspontjával egyszerre. Ami ilyen módon felül is múlja a filozófiát, és a mi szemléletünkben ennek kardinális jelentősége van. Hiszen a filozófiai metafizika csak egy bevezetéstan, egy propedeutika a mi szemléletünkben. Mi egy olyan élő metafizikával foglalkozunk, amely az embert, ha pontosítani akarunk, akkor tulajdonképpen magát, az énséget, az önmagamságot visszavezeti saját alapjaihoz. Tehát
a mi szemléletünkben a metafizika nem csak tanítás, nem csak filozófia feletti tanítás, amelynek van filozófiai vetülete, hanem a lét megoldásának a tudása. Beszél arról, hogy a létesült világ hogyan bontakozik ki, és beszél arról, hogy én hogyan juthatok el önmagam és a világ mindenség gyökér állapotához. Hát tulajdonképpen a metafizika abban a szemléletben, amit képviselni szeretnénk, messze menően több, mint egyszerű tanítás. Tanítás is, de ennél sokkal több. Tehát itt hivatkoznunk kell néhány szerzőre, akik ezt a kérdést és az ezzel kapcsolatos fogalmakat nagy mértékben tisztázták a 20. század folyamán. Elsősorban René Guénon és Julius Evola nevét kell megemlíteni. Tehát a francia René Guénon és az olasz Julius Evola nevét kell megemlíteni, de sokan mások is felsorakoztak, Kumara Swami, Pitus Burkhardt, Fritjof Schuon és mások. Ezek mind sokat tettek a metafizikalitás kérdéskörének a tisztázásához, hogy itt világos szempontokat tudjunk felvenni, amikor ebben a témakörben elóhajtunk mélyedni. De az említett kettő, René Guénon és Julius Evola itt véleményem szerint az elsők. Tehát tulajdonképpen ezeknek a szerzőknek az ismerete nemigen nélkülözhető a metafizikában való egyelőre csak racionális elmélyedés. Szintjén sem. És persze a továbbiakban sem. Magyarországon a metafizikalitással elsősorban, és tradícióval elsősorban, a tradicionális metafizikával és a metafizikai tradícióval Hamvas Béla foglalkozott. Hamvas Béla író volt. Fő műfaja az esszé. Író volt, de egyszer s mint egy tradicionálisan orientálódó szerző, akivel volt szerencsém bensőséges kapcsolatot tartani. Tehát aki abban a helyzetben van, hogy a magyar nyelv körében élte le az életét, az nem nélkülözheti Hamvas életművét, főleg Hamvas Bélának a tradicionális műveit, a Scientia Sacrára gondolok elsősorban, de másutt is érinti ezt a témát bőven. Tehát Hamvas Béla Magyarországon nagyon jelentős a tradicionalitás megismertetése vonatkozásában, és tulajdonképpen a Scientia Sacrának van még egy nagyon hamvas e tekintetbeni főművének egy nagyon sajátos vonása. Ennek alapján ezt a témakört meg lehet szeretni. És ebben nagyon kevés ilyen mű van. Aki ezt olvassa, az nem csak érdeklődéssel, hanem egy őszinte szeretettel fog viszonyulni ehhez a témához. E tekintetben egyedülállónak mondható a Hamvasi életmű. Tehát mindenképpen foglalkozásra érdemes, és Hamvas személye is ilyen volt, akivel ismétlem atyai jó barátomnak tekintettem. Bensőséges kapcsolatunk volt, sajnos csak 5 éven keresztül, bár lett volna hosszabb, de hát ez nem adott meg. De ez egy nagyon értékes 5 év volt, mert sűrűn találkoztunk, és sűrűn beszélgettünk ezekről a témákról. Intenzív és mély beszélgetéseket folytattunk. De nem csak Hamvas Bélát, hanem René Guénont és Julius Evolát sem tartják metafizikai szerzőnek. Miben látod ennek az okát? Hát egyfelől, ha valaki a filozófiai metafizikát tartja metafizikának, kizárólag, akkor nagyon kevéssé tarthatja ezeket a szerzőket metafizikai szerzőknek, bár Evolának a filozófiai alapot adhatnának, hogy annak is tekintsék.
Másik két szerző, például Hamvas különösen, nem volt filozófus. Hogy ilyen értelemben nyilvánvalóan nem tartják őket annak. A másik ok, hogy nem kifejezetten metafizikai szerzőknek, az a széleskörű, elágazó érdeklődésük volt. Guénon elsősorban a szorosan vett tradicionális tanításokkal foglalkozott. Evola szintén sokat foglalkozott szorosan vett tradicionális tanításokkal, de emellett az ő érdeklődése ennél jóval tágabb volt, tehát kiterjedt politikai témákra is, történeti, politikai összefüggésekre. Hamvas pedig nagy mértékben elment az irodalom felé. Ezek közül Hamvas volt a jellegzetesen író. És Hamvas elsősorban író, és másodsorban tradicionális gondolkozó. És másodsorban gondolkozó. Tehát ő elsősorban író volt. És az irodalom felé mozdult el. Valószínűleg ez az oka, hogy őket nem metafizikai szerzőként értelmezik. Most azt, hogy általában véve, vagy alapvetően nem metafizikai szerzőnek tekintik őket, az még hagyján lenne, bár szerintem ez is elég nagy hiba. Viszont az, hogy egyáltalán nem tekintik őket annak, ebben én némi szándékoltságot láttok. Nem csak a mentális korlátoltságból és a széleskörű érdeklődés hiányából fakadó szándékoltságot, hanem egy azon túli szándékoltságot. Tehát úgy néz ki, némi túlzással élve és túlzóan fogalmazva, mintha a bizonyos körök akarnák a maguk kezében tartani annak a hatalmát, hogy mi tekinthető, vagy meghatározzák, hogy mi tekinthető metafizikának és mi nem. És azok a szerzők, akik egy kicsit már elmozdulnak az arisztotelészi racionalitástól, ami messze nem volt olyan fokú racionalitás, mint hogy ők azt képzelik, de mindazok, akik eltérnek az arisztotelészi, mondjuk így, racionalizáltabb metafizikától, azok kiesnek ebből a körből, azok nem tekintetnek metafizikai szerzőknek, az általuk képviselt metafizikai gondolatok sem tekinthetők metafizikai gondolatoknak, és ilyen módon viszont kialakul egy olyan metafizika kép a világban, és kialakulhat az emberekben, amelynek tulajdonképpen az igazi komplex metafizikához semmi köze nem lesz. És létrejön egy olyan szituáció, ami nagyon jellemző az említett három szerzővel kapcsolatban, hogy például egyszerűen misztikusoknak bélyegeztetnek, vagy gnosztikusoknak bélyegeztetnek. Mintha mondjuk magának a metafizikának, a gnosziszhoz vagy a misztikához semmi köze nem lenne. Nyilvánvaló, hogy ezekhez van köze, bensőséges köze van, annak ellenére, hogy egy Guénon által is képviselt klasszifikáció értelmében például a misztikától megkülönböztethető és megkülönböztetendő. Most túllépve ezeken a szerzőkön, de majd vissza is térve hozzájuk, rájuk, hogyan látott-e például a metafizikának és a gnosisnak, illetve a metafizikának és a misztikának a viszonyát? A metafizika és a gnosis szorosan összetartoznak. A gnosis tulajdonképpen egy olyan megismerést és megismerésből származó tudást jelent, ami sokszorosan több, mint a racionális és diszkurzív gondolkozás által megragadható tudás. Tehát a gnosis megismerésen alapuló tudás, transzcenzionális megismerésen alapuló tudás, és ez a tudás nagy részt metafizikai tudás. Arra volt tárgyát tekintve is, és tulajdonképpen metodikáját tekintve is.
hiszen a természetiekhez kötött képességek felülmúlása révén ragadhatók meg, még elméletileg is azok a tanítások, amelyek joggal nevezhető gnosztikusoknak. Tehát a gnosis és a metafizika nem azonosak ugyan, de a legbensőségesebben összetartoznak. Tehát minden igazi metafizikában elmélyedő szerző, gondolkozó, törekvő valamilyen értelemben a gnosisnak az alakja. A gnosishoz kapcsolódó személyiség. A misztikánál bizonyos értelemben más a helyzet. A misztikában van egy beleolvadási törekvés. Egy magas rendűbe, egy szellemibe, egy szellemi egységbe való beleolvadás törekvése. Egyéválás. De az egyéválás többféle attitűdből eredhet. Hogy birtokba veszem az egyetlen egységet, mint önmagam létalapját, és beleolvadni a meglévő isteni egységbe. A misztika nagy mértékben beleolvadó jellegű. És nagy mértékben hajlik a passzivitás felé. Beszélnek misztika aktíváról is, de még ez is könnyen átmehet misztika passzívába. És a misztika passzíva egy beleolvadás. És a cél nem valamilyen szellemi állapotba való beleolvadás, hanem szellemi állapotok birtokba vétele, önmagamként való megvalósítása. Ilyen értelemben a misztika távolabb esik attól, amit mi adekvátan metafizikának nevezünk. Persze vannak szerzők, ők egyszerűen a rejtettebb létállapotokat, az eszotériát és a misztikát azonosítják. Tehát olyan szóhasználattal operálnak, hogy amit mi metafizikának, meg ezotériának, meg esetleg gnoszisznak nevezünk, misztikának nevezik. Tehát ezt az másképp elnevezést, ezt fel kell ismerni, nem tartjuk ezeket szerencsés megoldásnak, de lehetnek azért nagyon értékes könyvek például, amelyik a nevükben a misztika szót hordozzák, jó lehet, nem szorosan a misztikára vonatkoznak. Ugye például a Láma Anagarika Govinda, Grundlagen der tibetischen Mystik című műve tulajdonképpen nem a tibeti misztika alapjaiba, hanem mondjuk úgy, hogy a tibeti ezoterikus tanítások alapjaiba vezeti be az embert. Tehát ez viszont szóhasználati kérdés. Most, amikor a gnosis igenlése megtörténik részünkről, akkor azért azzal kapcsolatban fontos lehet azt tisztázni, hogy mennyiben a keresztény gnosisról van itt szó. Tehát egy olyan kifejezést használnak mások is, amelynek az értelmét nagy mértékben módosítja, vagy beárnyékolja az a jelenség, amely a keresztény gnosis nagyon figyelemre méltó jelensége, de mégis behatároló a gondolattársítás annak a vonatkozásában, amit gnosisnak nevezel és tekintesz. Igen. A gnosztikus kereszténység a kereszténység fő vonulataihoz képest sokkal magasabb lét- és tudatrendi helyzetben vannak. Még azok, amik töredékesen fennmaradtak, és elleniratokba foglalva maradtak fenn, még azokból is nyilvánvalóbbá válik, hogy az úgynevezett fővonulatoknál egy magasabb rendű kereszténységről van szó. Tehát ez biztos. Ugyanakkor, hogyha a gnosis teljességét nézzük, most egyelőre még nem olyan kiterjesztésben, amiben tulajdonképpen minden metafizikai tanítás gnosisnak tekinthető, amit valaha is annak neveztek, a gnosison belül
a kereszténységnél voltak magasabb, keresztény gnosztusnál voltak magasabb rendű gnosztikus irányzatok, ezek közül a legjelentősebb a hermetika, amely egyszerre gnosis, de ugyanekkor nagyon nagy mértékben mágia is, és általában ezotéria. Tehát tanításaiban is gazdag és mély és magas, és ugyanakkor céljaiban, törekvéseiben is meghaladja azt, ami a kereszténységben általános. Tehát a nem keresztény gnosis közül a hermetika a legjelentősebb. Mert ugye két nagy korszaka volt, a korai és a késői. A korai még nagy mértékben kapcsolódik az egyiptomi tradícióhoz, a görög tradícióhoz. A későkori, bár vonatkozások megmaradnak, viszont az úgynevezett alkímiai hermetika. Ennek is természetesen van érintkezése a kereszténységgel, hiszen ezek az igazán magas szintű doktrinák és doktrinák képviselői mindig érintkezésben álltak egymással. Tehát az alkímiai hermetikának is vannak keresztény vonatkozásai. Jó lehet, az nem a szorosan vett kereszténységhez kapcsolódik. Tehát, hogy csak a kereszténységgel azonosítsuk a gnosziszt, az egyszerűen tévedés. Ugyanezen az alapon és ezen gondolat mentén gyakorlatilag egyszer mindenkorra tisztázni lehetne és elejét lehetne venni a különböző szavakkal való visszaéléseknek és szavakkal való rágalmazásoknak. Kerek perec és végérvényesen ki lehet mondani azt, hogy a tradicionális szerzők, különösképpen az említettek, nem bélyegezhetőek meg sem a gnózis címkéjével, sem a misztika címkéjével, és nem írhatók le azon az alapon, hogy ők egyszerűen gnosztikusok voltak, gnósziszt felértékelők, vagy misztikusok. Ugye, így látod? Nyilvánvaló. Igen, nyilvánvaló. Tehát az ilyen leegyszerűsítések, ezek mindig félrevezetők. Mert Hamvasnak a puszta misztikusként való megbélyegzése, most azokról a gondolatairól lehet itt csak nyilvánvalóan szó, amelyek kapcsolódnak a különböző tradíciókhoz. Hamvasnak a misztikusként vagy vallásos misztikusként való megjelölése az egyszerűen puszta megbélyegzés. Megbélyegzés és nagy mértékben tévedésen alapuló megbélyegzés. És úgy tesznek, mintha az említett szerzők, beleértve Hamvas Bélát is, nem tett volna a legmesszebb menőkig eleget a racionalitás bizonyos kritériumainak, mintha nem rendelkezett volna a filozófia alapvető kvalitásaival, noha kétségtelenül nem volt filozófus a szó szoros értelmében, de mégis rendelkezett a filozófiai kvalitásokkal messze menőkig, és nem lehet amiatt megbélyegezni őt, amiért az életművében ezeket egyszerűen saját elhatározásból nem bontakoztatta ki. Igen, Hamvas igen sok és igen magas kvalitásokkal rendelkező személy volt, nagyon sokrétű kvalifikációk birtokában, és emellett érdemes azt is megjegyezni, hogy legalábbis az én rálátásom szerint talán ebben az országban hozzá mérhető műveltségű ember nem volt. Az ő műveltsége egészen rendkívüli volt. Egészen rendkívüli. És nagyon sok irányú, és nagyon sok irányban meglehetősen alapos. Meglehetősen alapos. Hogy látod azokat, akik bírálják őt? Most mindegy, hogy innen vagy onnan, majd erre rátérhetünk, de hogy látod úgy általában azokat, akik bírálják őt? Jogosultak ezek a bírálatok? Szerintem alacsony színvonalú, szűklátókörű
rossz indulatú, és ennek megfelelően teljesen jogosulatlanok ezek a bírálatok. És ezen bírálók közül egyáltalán nem iktatható ki Lukács Györgynek a szerepe, akinek Hamvas életével kapcsolatban nagyon súlyos bűnei voltak. De aztán jelentkeztek mások is, ez szinte zárójeles megjegyzés csak, jelentkeztek mások is, akik nem politikai megfontolásból, nem valami nagyobb szabású koncepciót tükröző megfontolásból, hanem egyszerűen csak a saját személyük felértékelésének a szempontján kezdték el Hamvast bírálni. Több nevet lehetne most itt megemlíteni, de nem teljesen a lényeges a neveknek az említése. Ilyenek is jelentkeztek Hamvassal kapcsolatban, hogyne, és egy hogyne. Nagyon nagy igazságtalanság sorozat kezdődött meg vele kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy ebbe az igazságtalanság sorozatba én azt is beleértem, hogy az ország nagynak tartott irodalmárai nyilatkoznak róla szuperlatívuszokban, anélkül, hogy azt az alapszellemiséget megismernék, amely a Hamvas számára mindazt lehetővé tette, ami miatt ők szuperlatívuszokban tudnak egyáltalán róla beszélni. Tehát magyarán nem ismerték meg az ő tradicionális orientáltságát, és ilyen módon nem is érthetik, hogy mitől volt ő igazán nagy. Mi volt az a szellemi háttér, amely a nagyszerű irodalmi alkotásait is több esetben inspirálta, ha nem is mindig, de több esetben inspirálta. Hamvast valóban rengetegen olvassák, idézik, főleg az utóbbi években egy valóságos Hamvas kultusz indult meg, anélkül, hogy őt mélységeiben megértenék, vagy megismerték volna valaha is. Például Hamvasnak rengeteg úgynevezett tisztelője volt. Ezek a tisztelők részben képzőművészek voltak, és képzőművészeti tevékenysége, kapcsolatos irodalmi tevékenysége miatt tisztelték, forradalom a művészetben és egyebek miatt. Részben pedig, mint író felé közeledtek. Természetesen tudtak az ő tradicionális munkásságáról, de azt lényegében mégsem tudták megismerni, hiszen sokat beszéltünk erről, hogy olyan ember, akivel ő a tradícióról beszélhetett, metafizikai tradícióról, olyan alig volt az életében. Hát velem tudott erről beszélni, és mással nem igen. Volt, akit ő próbált rávezetni erre. Volt, akinél ő feltételezte, hogy ez megvan. Milyenek voltak. De ezek is nagyon kevesen. Szóval erről ő tulajdonképpen kevesekkel tudott beszélni. Minden esetre az a metafizikai fény, ami az ő életművében valóban felgyulladt, az a te életművedben tovább folytatódott, és tovább folytatódott úgy, hogy Hamvasétól egy részben eltérő irányt vett, és tovább fényesedett a maga metafizikai értelmében. Magyarán a te életművedben a metafizika még sokkal központibb jelentőséget kapott, mint Hamvas Bélánál. Miben tudnád megjelölni azokat a pontokat, amelyekben eltérés mutatkozott a te irányvonalad és a Hamvasi irányvonal vagy metafizikai orientáció között?
Igen, ezek a különbségek valóban fennállnak. Megpróbálom megvilágítani ezt. Most én magam, ezt mindig hangsúlyozom, Hamvas Bélát atyai jó barátomnak tekintem. Szellemi vonalon elsősorban atyai jó barátomnak. Nagyon tisztelem őt, és nagyon szeretem az életművét minden elágazásában. De Hamvas a szó szigorú értelmében nekem nem volt a mesterem. Mindenki így gondolja, Hamvas szigorú értelemben. Ez nem azt jelenti, hogy én Hamvastól nem tanultam rengeteg mindent, tanultam. És ő nem volt szigorú értelemben a mesterem. Szigorú értelemben senki sem volt a mesterem. Sajnos vagy nem sajnos. Na most Hamvas beállítottsága, bár nagyon erőteljes hangot tud felvenni, bizonyos mértékben a túlzott radikalitástól távol tartotta magát. Én pedig hajlottam a metafizika vonalán, tradíció vonalán, sok egyéb vonalon egy erősen radikális beállítottság felvételére. Ez mondjuk egyik alapvonásom volt. A másik az, hogy Hamvas erősen egy személyes Istenre centrált szemléletet alakított ki, és ezt egyre jobban és egyre erősebben hangsúlyozta. Ezt olyan mértékben, hogy a személytelen az nála maga a sátán. Mert vannak maga az Antikrisztus, a személytelen. Azt mondja, hogy olyan erővel jelenik meg, mint a azt tapasztalnok, hogy valaki, pedig nem valaki. Tehát a személyesség, személytelenség Hamvasnál ilyen, így jelenik meg. Nem úgy, hogy tulajdonképpen a személytelenségben felfog egy messze személyesség, sőt tulajdonképpen személytelenség feletti személytelenséget, ami a keleti metafizikáknak például abszolút jellemzője, amely mellett el lehet ismerni személyes, a személyességnek bizonyos jogosult kimondhatóságait, de Hamvasnál például ez a személyességnek a túlhangsúlyozása, végletekig forszírozása volt az, ami például eléggé megkülönböztette a szemléletünket. Azután a kereszténységnek a szerintem fennálló túlértékelése, a kereszténységnek az értékeit és pozitívumait természetesen én is látom, és adott esetben hangsúlyozom, de korántsem olyan mértékben és értelemben, mintha az a tradíció, a metafizikai tradíció egyetemes betetőzése lenne. Ugyan Hamvas ezt hangsúlyozza viszont, hogy egyetemes betetőzése a tradíciónak, mégpedig a metafizikai tradíciónak, a filozófia feletti tradíciónak, az élő tradíciónak. Bizonyos értelemben minden tradíció a tradicionalitás betetőzése. Egyfelől. Másfelől, ha itt mégis különbséget akarunk tenni, akkor meggyőződés, ami a kereszténység e téren nem excellál. Különösebben. Éppen azért, mert az abszolút metafizikum nagyon kevéssé jelenik meg. A legmagasabb, ami a kereszténység szemletében megvalósítható egyet, vagy megvalósulhat, az az üdvözülés. Tehát egyértelmű az üdvözülés. Bizonyos metafizikák, keleti metafizikák például, de joggal beszélhetünk még a kereszténységen belül is, olyan eretneknek bélyegzett keresztényre, mint Meister Eckhart, az üdvözülés felett van állapot. Az abszolúció túl van az üdvözülés legmagasabb fokán is.
ez például Hamvasnál nem jelenik meg, vagy amikor megjelen, mert azért beszéltünk erről, ő ezt körülbelül megvalósíthatatlannak tartotta. De abban az értelemben, hogy ennek megfelelően ez nem is lehet cél. Mert lehet egy megvalósíthatatlanságról beszélni, amellyel kapcsolatban kimondom azt, hogy mégis ezt akarom megvalósítani. De erről nincs szó. Ha mostnál van egy ember számára elérhető abszolút állapot, és ez az üdvözülés körén belül marad, és a személyes Isten körén belül marad. Tehát például ezek voltak azok a pontok, amelyek egyebek között, de elsősorban elválasztottak bennünket szemléletileg. De ez mit sem változtatott a közöttünk lévő bensőséges kapcsolaton. Most azt a metafizikai irányvonalat tekintve, amelyet Hamvas után tulajdonképpen te nyitottál. Ennek az irányzatnak a szempontjából lehet olyan, elgondolható-e olyan filozófiai metafizika, igazi filozófia ugyan, de igazi metafizika, filozófiailag artikulált és megértett metafizika, amely számára a metafizikai valóság nem elérhető és nem megvalósítható. Tehát a filozófiai artikulációban én úgy gondolom, hogy legalább a filozófiai metafizikának a szintjén is már ezt tételezni kellene. Ezzel szemben ma olyan filozófiai metafizikákkal találkozunk, amelyek ezt fel sem vetik, és nem lehetetlennek találják, mint Hamvas, hanem felvetésre érdemtelennek, és valószínűleg nevetnek magán a megvalósítás kifejezésen is. A jelenkor egyfelől erőteljesen metafizika ellenes. Ez elég hosszú ideje tart, tulajdonképpen a logikai pozitivizmus ezen a téren idézőjelben nagyot lendített a helyzeten. Rossz értelem és rossz irányba. Mert ugye Carnapnak voltak ezzel kapcsolatban felvetései, hogy vannak filozófiában igaz ítéletek, és vannak hamis ítéletek. Most vannak metafizikai ítéletek. Azt mondja, hogy a metafizikai ítéletek nem hamisak, és nem tévesek, hanem értelmetlenek. Tehát, hogy a metafizikai kijelentések, Carnap szerint értelmetlen kijelentések. Ő mondta, ugye az a mondása, hogy a bármilyen metafizikai tétel kimondása olyan, mint azt mondanok, hogy Július Cézár egy prím szám. Szóval ennyi értelme van egy. Hát a metafizikai kijelentések értelmetlenek. Lehet ugyan rossz, vagy jó értelemben is használni, jó értelemben is lehet használni ilyeneket a vallás, vagy mondjuk arra, a költészet terén. De hát ezek nem vallási kijelentések, és mint művészet, ezek nem szépek. Úgyhogy azt mondta, azt a hasonlatot használta, a metafizikus olyan, mint a botfülű muzsikus. Ezekben ő egy nagyon sötét vonalat képvisel, de az nem lehet mondani, hogy minden tekintetben jogosulatlan. Lehet úgy művelni, hogy ezeket tulajdonképpen akár ki is mondhatjuk valahol. Tehát a jelenkorban van egy alapvető metafizika ellenesség. Aztán természetesen Carnapot és a logikai pozitivistákat is kritika tárgyává tették, mert ha jól megnézzük, akkor egyetlen kijelentést sem lehet tenni semmiről. Tehát el lehetne vinni a dolgot odáig. Tehát nem lehetne beszélni semmiről. De aztán megtörtént a nagy csoda, és Carnapnak nagy tisztelői, bizonyos foki követői
tartják már a kézben azt, hogy meghatározzák, mi tekinthető egyáltalán metafizikának. Igen. Tehát itt ez egy, azért egy érdekes fordulat, szinte egy csoda. Hát igen. Egyébként maga Carnap egyszer elolvasta az Einunzeitet, a Lét és időt Heideggertől. Azt mondta, hogy ez a könyv tudományosan teljesen értéktelen. Mert akkor lehet, hogy a valóság tényleg ilyen. Ezt mondta. Lehet, hogy a valóság tényleg ilyen, de mint... Szóval teljesen értéktelen és értelmetlen, de lehet, hogy a valóság tényleg ilyen. De szerinte egy komoly ember nem tesz fel kérdést a valóságra vonatkozóan. Na tehát ez a felvetés ennek az egyik fele. Tehát van egy általános metafizika ellenesség, de természetesen ennek reakciói is vannak, és azért mégiscsak némelyek azt mondják, hogy igen, igen, de azért ezt mégiscsak tudni kellene valamit a valóságról is. Voltak mások, voltak, akik magukat metafizikai gondolkozóknak minősítették, Bradley például, aki azt mondta, hogy minden ember tud valamit a metafizikáról, aki gondolkozik, nagyon keveset. És aki a legtöbbet tudja, az is nagyon keveset tud. És aki a legkevesebbet, tehát az még kevesebbet, de az is nagyon keveset. Ez a legáltalánosabb az úgynevezett metafizikusok, filozófiai metafizikusok körében ez a hozzáállás. Igen, igen. A legnagyobb probléma most, csak hogy értsük, hogy az a klasszikus definíció, hogy a metafizika a természetieken és a létesülteken túliak, majd erre a definícióra még kérlek szépen, hogy térjünk vissza, megvilágítandó, hogy miért magasabb definíció a létesülteken túliként értelmezett metafizika a természetieken túliként hoz képest. Tehát ezzel a definícióval szemben, hogy a metafizika természeten túl is, természetieken túliság és a létesülteken túliság, természetiségen túliság, létesülésen túliságra irányulás és annak a köre. Ehhez a definícióhoz képest ma ott tartunk, hogy a test és az elme viszonyának a kérdése minősítetik kicsit Bradley stílusában, első számú metafizikai kérdésnek, hozzátéve hasonlóan Bradleyhez, hogy erről aztán végül is majd úgysem fogunk tudni eleget. Tehát ez azért hatalmas involúció, hát az igen. Én szememben. Igen, itt rögtön ki kell mondani ezzel kapcsolatban, és ez megfelelő apropó erre, hogy a mi szemléletünkben a tudat és a lét egybeesésének a posztulációja meghatározó jelentőségű. Más oldalról beszélünk létről, és más oldalról tudatról, de a lét és a tudat az voltak éppen azonos. Csak tudati lét van, semmiféle más lét nem vethető fel. A létezői lét és a létkénti lét egyaránt tudati lét. Egy pillanatra még, mert ez érdekes és érinthető, hogy a természetieken túli és a létesülteken túli egy skolasztikában felvetett másik megkülönböztetéssel a legszorosabban összefügg. Skolasztika beszél transzcendenciáról, mert ugye a melléknéve transzcendens, és a transzcendentálisról, vagy transzcendentáléről, és e között különbséget tesz. A transzcendens az tulajdonképpen a természetieken túlira vonatkozik. Egész pontosan azt mondja, hogy azon, ami túl van, a kategoriális létezőkön. Tehát Arisztotelész kategóriáival valamilyen módon megközelíthető létezőkön. Ezt nevezik természetnek, abban az értelemben, ebben a kitágított értelemben.
És a transzcendentále pedig azt jelenti, hogy túl van minden létezőn. Tehát nem csak a kategoriális létezőn, minden létezőn túli. Na most ugye a filozófiában a metafizika, akár a metafizika elfogadásának a keretei között, nem függ össze a megvalósítással. Általában a filozófiák évszázadok óta azt jelentik, hogy egy filozófus rájön valamire, aki ezt elfogadja, az mély belátású, okos ember, bölcsesség irányába tapogatózik, aki meg nem fogadja, az egy hülye. Szóval tulajdonképpen ez a... Persze ezt nem ilyen durván mondják ki, hanem szépen és árnyaltan. De aki valamit elfogad, az tulajdonképpen elfogad valamit, amire valaki rájött. És ez egy helyes dologot fogad el. Na most a mi szempontunkból felvetett metafizika és metafizikai tradicionalitás egy teljes metafizikai megvalósításra törekszik. Mit jelent ez? Hogy önmagamat, szigorúan önmagamat metafizikai abszolútumként valósítsam meg. Ez a szemlélet filozófiai szinten is, filozófia feletti szinten is, filozófia melletti szinten is feltételezi a szolipszizmus elfogadását és tételezését. Ugyanis ennek a megvalósítása egy status szolipszisztikus megvalósítása egyszer s mind. Tehát nem egy szolipszisztikus belátásé, hanem egy szolipszisztikus állapoté. A szolipszisztikus belátás ennek ellenére nagyon jelentős, mert ez teszi meg az elvi alapokat ahhoz, hogy tovább lépjek. Tehát metafizikai abszolútumként megvalósítani önmagamat. Ez a cél. Nem belátni metafizikai igazságokat, az is, de az csak a kezdetben. Ezen túlemelkedve egy megvalósítás a cél. Függetlenül attól, hogy tulajdonképpen meddig juthatok el konkrétan életem során, e tekintetben. De én törekszem. Törekszem, mert el akarok jutni igazán önmagamhoz. Ugyanis a metafizikai abszolútum megvalósítása, ha önmagamat metafizikai abszolútumként valósítom meg, az azt jelenti, hogy eljutni teljesen önmagamhoz. Az önmagamhoz való teljes eljutás azonos azzal, hogy metafizikai abszolútumként megvalósítom önmagamat. Teljesen azonos, egy más megfogalmazás szerint. Tehát időnként úgy fogalmazok, el akarok jutni önmagamhoz. Miért nem vagyok önmagamnál, de igen, csak nem eléggé vagyok. Hogy megvalósítani önmagamat önmagamként. Miért nem vagyok önmagam, de igen, már most is önmagam vagyok, nem eléggé. Tulajdonképpen ez az alap. Tehát a metafizikai tradicionalitás tulajdonképpen egy megvalósítási út, egy önmegvalósítási út és létmegvalósítási út. Ha én eljutok önmagam középpontjához, tudati középpontjához, eljutottam a lét középpontjához. Ez a kettő maradéktalanul egy és ugyanaz. Tehát tulajdonképpen a cél itt ebben ragadható meg. A filozófiai szintű szemléleteknek nincs ilyen céljuk. Elmondják azt, amit igazságnak tartanak, és kész. És a megvalósítás az fel sem merül. Eltűnt például az abszolútum ideája teljesen a filozófiából, még a filozófiai metafizikából is. Eltűnt, mintha nem is lenne. Igen, meg volt valamikor,
ma már némelyek kárhoztatták, hogy megvan, de eltűnt. Igen. Lehet rosszul is használni. Ugye Hegel beszél schlechte Unendlichkeitről, rossz végtelenről. Tehát fel lehet rosszul vetni ezeket a problémákat, és akkor ebből rossz végtelenek. Hogy schlechtes abszolútumról is lehetne beszélni, nyugodtan, ilyen módon. Schlechte metafizikumról és schlechte metafizikalitétről. Tehát nyugodtan lehetne beszélni, mert ezek vannak tulajdonképpen. A hibásan felvetett, és a megvalósítást a szemléletbe be nem kapcsoló irányzatoknál ez különösen megvan. Persze ezt neked nem kell mondani, de vannak olyan önmagamság képek is, amelyek olyan szintű önmagamság képek, hogy annyira nem metafizikaiak, hogy ezért nincs semmi közük a valódi önmagamhoz. Igen, igen, igen. Ez a képtelenül rossz fordítások például. Ugye a hindu metafizika egyik alapszava, talán leginkább alapot jelentő alapszava az átmá. Ez megfelel annak megközelítőleg, amit a német nyelv selbstnek mond, amit az angol nyelv selfnek mond, amit a francia soi-nak mond, amit a magyar mondjuk önmagamnak mond. Ez annak a megfelelője. És ezt fordítják mindenféleképpen. Énként is fordítják. Lélekként is elég vitathatóan, sőt, a miként is, ami egy képtelenség. Ugye pedig szakember mondta, tehát szakember fordítja így, hozzáértő. Hát igen, a szaktudás az néha félre visz a lényeg tekintetében, igen, és nem is néha, hanem gyakran. A szaktudás tulajdonképpen nagyon helyes, ha megvan, de semmiféle tekintetben nem biztosíték a semminek. Szellemiségnek legkevésbé. De végletesen nem. De ez a hangsúlyozás, hogy kiemelte hangsúlyozzuk azt, hogy metafizikai irányzatról van szó, ez magában rejtheti azt a veszélyt, hogy kimaradnak olyan tradicionális körök, a tradícióknak olyan körei, amelyek magukat nem deklarálták metafizikaként. Ugye már szó esett a gnosisról, amely szintén nem deklarálta magát metafizikai irányzatként. Szó esett az ezotériáról, ami bizonyos értelemben azonosítható a metafizikalitással, vagy a metafizikummal, de azért mégsem csak a metafizika nevet viseli. Tehát léteznek olyan tradicionális irányvonalak, amelyek magukat nem nevezték sohasem metafizikai irányvonalnak. Olyanok is vannak, amelyek ténylegesen soha nem nevezték magukat annak, lényegüket tekintve mégis azok. Természet feletti irányában mutatnak, természeten túli irányban mutatnak, létesülésen túli irányba mutatnak. Tehát az a fajta metafizikalitás és az a fajta metafizikai felfogás, amit te képviselsz, az semmiféleképpen nem nominális metafizika. Beletartoznak olyan irányvonalak is, amelyek magukat nem nevezték metafizikának, metafizikainak. Sőt, hol tovább, vannak olyan tradicionális irányvonalak, amelyek kedvelték a spontaneitás, természetesség fogalmát. Ugye meglehetősen ismert a tibeti böntradíción belül és a Vajrayana buddhizmuson belül például a szahadzsa fogalma, ami veleszületett, természetes jelentéssel bír. Szólnál néhány szót arról, hogy
mennyiben egyeztethető össze ez a fajta természetesség a természeten túli irányulással, hogy ez a látszólagos, nominális ellentét milyen módon oldható fel és oldandó fel a szemléletben? A természet és a természetesség, valamint a természet fölötti egymáshoz való viszonya rendkívül problematikus, ugyanakkor nagyon érdekes terület. A természet ugyanis, és a természeti, és a természetes, meg lehet olyan, ami szemben áll a természet felettivel, és a természet feletti megvalósítását nehezíti, csak nem ellehetetleníti. És van olyan természet, a természetnek egy olyan megragadhatósága, amely helyesen kezelve azután a természet feletti elérését, megvalósítását, vagy akár jelenlétét és reprezentációját nagy mértékben elősegíti. Ez összefügg egyébként szorosan a spontaneitással. Kétféle spontaneitást különböztetünk meg. Az egyik tulajdonképpen egy természetbe kötött és negatív megítélhetőségű spontaneitás. Ez tulajdonképpen az ösztönvilág, a reflexvilág spontaneitása az emberben, vagy bár milyen természeti folyamatban, csak a természethez van szoros vonatkozása. Az ilyen spontaneitásokat tulajdonképpen nem tartjuk pozitívnak. Van azonban olyan spontaneitás, amely szintén a természet tessék körében jelenik meg, de a szellemi áthatottsága mégis nyilvánvaló. Mondjuk ilyen spontaneitás maga az intuíció. Tehát az intuíció bizonyos oldalról tekintve spontaneitás. De teljesen más spontaneitás, mint mondjuk egy reflex, hogy két szélsőséges ellentétet. Tehát mindig ezeket kell elővenni, hogy milyen természetességet veszünk figyelembe. Tehát a természet feletti által besugárzott természetességet, vagy a természet alatti erők által fogságban tartott természetét. Tehát azt lehet mondani, hogyha az az idea, amivel a különböző nem csak nyugati, hanem keleti tradíciókban is a természet bírt, és a természetnek megfelelő különböző kifejezések bírtak, ez sok esetben magában rejthette a természet feletti irányulást is. Tehát elgondolható egy olyan természetértékelés, egy olyan természet szemlélet, amely nagyon szorosan össze van kötve a természet felettire való irányulással. Ezt én azért tartanám fontosnak hangsúlyozni, mert néha, és nem is annyira néha, vádéri a metafizikai irányulást azzal kapcsolatosan, hogy valamiféle természet ellenes és természetet nem igenlő életidegen irányvonal lenne. Teljesen absztrakt és életidegen irányulás, bár hangsúlyoztuk korábban, hogy ez nem egy racionális és túl racionalizált metafizikai orientáció, amiről most szó van. Ennek ellenére mégis újra meg újra jön az a vád, hogy természet ellenes, természettel szemben levő, stb. Milyen példákat lehetne arra mondani, amelyek nyilvánvaló, pregnáns módon mutatják azt, hogy nem természetellenességről van szó egy valódi metafizikai orientáció esetében? A természet mély átélése az, amiben feltárul a természet, természet feletti eredete, tulajdonképpen a természet feletti uraltsága, természet által való vezéreltsége.
aki ezt felfedezi a természetben, mondom, mély átéléssel, az mély átélését tovább vihet, és valóban, amikor természetet kontemplálja, akkor a természet felettivel találkozik. Például olyan emberek, mint éppen Evola, aki nagyon is a természet felettire centrált életet élt, nagyon szerette a természetet. Ezt mutatják az ő hegymászó túrái. Tehát a természet, a hegyek, a távlatok, természeti távlatok szemlélete nagy szerepet játszott az ő életében. Tehát ő egy, és minden igazán spirituális ember természet szerető ember. Ami nem azt jelenti, hogy minden természet szerető ember spirituális. Mert ez viszont nem áll fenn így. Tehát ez nem egy kétirányú, igaz jelentés. De a spirituális ember mindig természetet szerető ember. Akkor is, hogyha különböző mértékben van jelen életében a természet. Tehát van, aki remeteként a természetben él kint, van, aki valamilyen kolostor elzártságában, nem természeti környezetben lévő, aki alig találkozik vele, de ez a benső hozzáállást kevéssé érinti. Tehát mondhatjuk úgy, hogy a természet felettihez kapcsolódó ember, mint hogy meglátja a természetben a természet feletti jelenlétét, a természetet szerető ember. És ez bizonyos fokig és bizonyos megszorításokkal, de az emberi természetre is kiterjeszthető, az emberi természetek különbözőségére és egyebekre is bizonyos megszorításokkal. Igen. Érdekes ezeket szemlélni, és a különbözőségükben nem feltétlenül csak egy horizontális burjánzás érhető tetten, hanem ezeket a különbözőségeket azért egy olyan erő alkotja, ami mint egy természet feletti. És érdekes lehet megvizsgálni például a szépségnek a fogalmát, a természet és a természet feletti, a kicsit mesterségesen, de ugyanakkor mégis joggal szétválasztott természet és természet feletti vonatkozásában. Nagyon sokszor a szépség megragadása révén tárul fel a természet feletti besugárzottsága. Nincs semmiféle racionális magyarázata, hogy miért tetszik például az emberek jelentékeny részének. Még a nem igazán szellemi embernek is mondjuk egy gyönyörű rózsa. Miért tetszik? Miért tartja szépnek? Vagy bizonyos különös ásványokat, vagy pillangókat, vagy egyebeket. Ezeknek nincs racionális magyarázata, de minden esetben valamilyen töbletet, a közönséges, fenomenikus természethez képest valamilyen töbletet vesz észre benne az ember, még a nem igazán magasrendű emberek közül is sokan. Természetesen a nem igazán magasrendű embereknél ez nem egy tartós, igazi hátteret kialakítani tudó felismerés, és ezért tulajdonképpen el is illan. De a természetben való gyönyörködés az egy közismert fogalom, szóval közhelyszerűen is használatos valami, de ennek viszont egy nagyon mély alapja van. Nagyon mély a természet felettinek valamilyen jelenléte. Hiszen a szépség az egy nagyon magas rendű principium. Schön hívja fel a figyelmet arra, hogy valamikor a Isten nem a legmagasabb istenség, de Isten bizonyos attribútumait, akkor felsorolták, nagyon nagy súlyt helyeztek a pulchritudo deire, Isten szépségére. Ezzel a későbbében sohasem tagadta meg akár az egyház, ez egy jel.
enyészet, nem tartják fontosnak, nem is nagyon értelmezik. Mert mi a szépség egyébként, most akár a skolasztikus filozófia szem, tehát Istenhez való hasonlóság. Na most Isten végtelenül hasonlít önmagára. Ezért mondták azt, hogy Isten végtelenül szép. Tehát míg a teremtmények szépsége a legmagasabb fokon is véges. Isten szépsége végtelen. Mert Isten végtelenül hasonlít önmagához. És valamilyen, na most Istenhez való hasonlóság, az azt jelenti ebben az esetben, hogy abban valamilyen módon az isteni megnyilatkozik, vagyis a természet feletti megnyilatkozik a természetiben. Egy teremtmény szépsége ebben, nyilvánvaló, hogy egy teremtmény Istenhez való hasonlósága sokszorosan véges. Mégis erről van szó egy pillangó szépségében, vagy egy rózsa szépségében is. Vagy egy táj szépségében is. Valami ebből, valami hasonlóságból, valami kifejezésből, valamilyen reprezentációból következik, ami mindig a természet felettit közvetíti. Szépségnek, szépséghez hasonlóan a természet feletti nem életidegenségének és a metafizika nem életidegenségének egy másik jellemző bizonyítéka és egyszerűen mint kifejeződése lehet a hierarchia, mint olyan. Egy nagyon érdekes kérdés az is, hogy egy metafizikai törekvésű ember számára a természet feletti tapasztalásának, most attól teljesen független, hogy ez a természeten keresztül, vagy a természettől elfordulva valósul-e meg, de a természet feletti tapasztalásának nagyjából permanensnek, sőt több, mint permanensnek kell lennie. Most látszólag, bár a hierarchia megmutatkozása és elve mindenféleképpen a természet feletti kifejeződése a természetben egyfelől, de ennek ellenére látszólag mégis a természet feletti folytonos és folyamatos tapasztalatának mond az ellent, hogy az ember hierarchiát tételez. Miért a folytonos természet feletti tapasztalás elleni igénye és célja ellenére miért fontos mégis a hierarchia megkülönböztető tapasztalása? Metafizikai szempontból. A hierarchiában az Istenhez való közelség átélése megy végbe. Ha ezt valóban tapasztalom, akkor egy közelséget, távolságot tudok megállapítani. Az Istenhez való közelség, vagy az Istenséghez való közelség voltaképpen, bármennyire nem kézenfekvő az első pillanatra, mélyebben beletekintve annál kézenfekvőbb, önmagamhoz való közelségemet jelenti. Tehát önmagamhoz való közelség, a centrumhoz való közelségemet. Na most a centrumból, mintegy a centrumból nézve, nincs távolság. Tehát a centrumból minden létező azonos relációban van. Nincs megkülönböztetés, megkülönböztetésen túli állapot a centrumból. De a centrum felé közeledve annál nagyobbak ezek a távolságok. Tehát ami itt egyfelől fennáll, az a másik oldalról nem áll fenn.
Tehát minden teremtmény, mondjuk így, hogy Istentől azonos távolságra van, Isten pozíciójából. De a teremtményi pozícióból, vagy a létezői pozícióból, vagy a létesülési pozícióból nem. Viszont a létesülési pozícióban lévő ebben látja meg az Istenhez való közelséget, és maga az Istenhez való közelség az egyszer, mint Istenhez való hasonlóság. És a hierarchikus szemlélet maga is a szépséget reprezentáló szemlélet. Tehát annak van egy fensége, egy méltóság önmagában az, hogy hierarchia van. Hogy a létezők nem azonos fokon állnak, hanem különböző fokon állnak Istentől. A létezői pozícióból. Isten pozíciójából nem, de az Isten pozíciója. Tehát tulajdonképpen az egy célpozíció. A viátor, az úton haladó szempontjából a különbözőség jelentősége, valósága, méltósága az mérhetetlen. Bár az általad képviselt metafizikalitásnak döntő eleme a hierarchia és annak a fontosságának a hangsúlyozása, te magad el tudsz gondolni olyan hierarchia igenlést, amely végül is keresztül húzza valamilyen módon, olyan hierarchia igenlést, amely végül is keresztül húzza a metafizikai törekvéseit az embernek? Tehát elgondolható, vagy akár tapasztalt-e általad egy olyan fajta hierarchia igenlés, amely a természet feletti mindent átható és mindent meghaladó valóságának ellent mond? Hogy úgy igenli valaki a hierarchiát, hogy közben ezzel alássa a metafizikai céljait? Ez elég absztraktnak tűnik, tudom, de mégis, mintha néha ilyesmi létrejönne. A törekvés során a hibás átélések, közelítések lehetőségei megszámlálhatatlanok. Valószínűleg ilyen is lehetséges. Nem tartozik a hierarchia átéléshez, normális átéléshez. Természetesen lehetséges, hogy valaki hamis hierarchiákhoz kapcsolódik. Akkor nyilvánvalóan fennáll. Elképzelhető egy olyan lehetőség, amikor a rangfokozatok meglétére való centráltság elfedi azt a lényeget, ami tulajdonképpen az egész mögött van, és ami itt a céllal kapcsolatos. Tehát ilyesmik lehetnek. Tehát valaki bele tébolyul abba, hogy fokozatok vannak. Ilyen lehetséges. De ha normálisan éli át a hierarchicitást, tudja, hogy miről van szó, és ezt az átélése konfirmálja, akkor meggyőződésem, hogy ilyen kisiklás nem fordul elő. Mondom, nem zárható ki, de ezek, mert semmi sem zárható ki. Most kicsit és látszólag elfordulva a metafizika területe felől, és szorosabb értelemben napjaink társadalmi politikai területére vetve egy oldalpillantást, ott azért bőséggel létrejön olyasmi, hogy bár tételeznek fokozatokat, ezek a fokozatok valójában nem hierarchia értékűek. És ilyen értelemben egy teljesen rossz hierarchia igenlés és követelés és ez érvényesítés. Ez egy értelmű lehetőség. Hiszen maga a hierarchia egy szent uralmiságot jelent, szó szerint, és ami most például a társadalmi hierarchiában megjelenik, az minden csak nem hierarchia. Sokkal inkább az ellenkezője. Szóval nagyobb részt hitvány lényeknek a
áldignitásáról van szó, dignitásairól van szó, ennek az elismeréséről, elfogadásáról, el nem fogadásáról, és így tovább. Ezek nem hierarchikus fokozatok. Egész kivételesen nem. Mert a jelenleginél sokkal magasabb rendű állapotokban, korokban is voltak ezeknek a fokozatoknak bizonyos vitathatóságok. De a jelenkorban vitathatatlanul hierarchia alattiak. Hogy jöhet az létre, hogy elvben és elméletileg monista törekvésű emberek, vagy legalábbis olyanok, akik magukat egyfajta metafizikai monizmus képviselőinek állítják be, teljesen tagadják a hierarchia érvényét. Ezek nem tradíció reprezentáns emberek, tehát nem a tradíciók valamilyen emberi reprezentációja, hanem olyan emberek, akik magukat egyes tradíciók képviselőinek állítják be, magas, bár nominálisan nem metafizikainak nevezett, de mégiscsak metafizikai tradíció képviselőinek, állítólag az abszolút monizmusra törekszenek, és közben képtelenek a hierarchiát elismerni. Hát ez a korral és a kor emberével kapcsolatos principium zavar egyik kifejeződése. De aki nem hierarchikusan szemléli a létezők világát, az olyan mélységesen téved, amire alig van kifejezés. Más lenne az a helyzet, hogy valaki egy centrális pozícióból nem ismeri el a hierarchiát, mert centrumban van. De itt is felvethető az, hogy van, aki azt képzeli, hogy centrumban van, hogy minden ilyen megkülönböztetés felett áll, közben megkülönböztetések alatt helyezkedik el. De attól, hogy valaki a megkülönböztetések feletti állapotot megvalósítja, miért károsztatja magát arra, hogy nem fogadja el a megkülönböztetés érvényét? Ezért szerintem ilyen, ez egy elméleti lehetőség, voltak éppen az nagyon is elismeri a hierarchiát, hiszen pontosan tudja, hogy kikhez beszél, és kik szám, és hogy akikhez beszél, azok számára ez nagyon is van. Tehát én a hierarchia tagadást egy tanításbeli félrevezetésnek tartom. Vagy azért, mert az illető maga is félrevezetett teljesen, vagy azért, mert valamilyen ponton méltatlanul képvisel valamit. Ez nagyon érdekes helyzetet eredményez, kicsit ilyen abszurd és léthumort tartalmazó helyzetet. Ugyanis amíg általában a szolipszizmusod, a tanításod, tanításaid legkevésbé elfogadott pontja, addig te, mint a szolipszizmus képviselője, metafizikai szolipszizmus képviselője hangsúlyozod a hierarchiát, és azok az emberek, akik téged egy artikulálatlan és nem tudom milyen szolipszizmussal vádolnak, azok pedig nem képviselik azt a tagoltságot, amit mondjuk a hierarchia igenlés magában foglal. Hát ez egy ilyen elméleti léthumor, vagy teóriákkal összefüggésben megnyilatkozó humor. Érdemes lenne talán néhány szót szólni arról a különleges, misztériózus jelenségről, amikor szoros értelemben az ontológia körébe tartozó jelenségek, vagy akár a szűkebb ontológia az egzisztencia körébe, sőt, akár a mindennapok körébe tartozó jelenségek valamilyen módon mégis metafizika, természetfelettiség közvetítők,
És ezeknek a jelenségeknek talán egy kiemelkedő példája a barátság például. Persze a barátságról előbb-utóbb kiderül, hogy valójában egyáltalán nem az egzisztencia körében ment végbe, megy végbe, sőt, szigorúan nézve még csak nem is a létezőiség körében, de mégis a barátság az egy olyan jelenség, vagy olyan misztériózus jelenség, amely talán példája lehet annak, hogy a természet feletti milyen módon tud behatolni a természetbe, és hogy az ember milyen módon tud tudatosan természetfeletti impulzusokat bevinni a szűkebb értelembe vett természeti emberi világba. Mert a barátságon keresztül valami ilyesmi történhet meg, abban az esetben, amennyiben az egy tudatosan megvalósított barátság. Az igazi barátság tulajdonképpen az egyik legnehezebben felfogható emberi viszonyulás egy másik emberhez, hiszen itt valóban valamilyen természet fölöttinek a működése. Itt nem az ösztönvilág működik ebben, normális körülmények között nem az érdeke. Tehát tulajdonképpen semmi olyan nincs, ami még akár a szerelemben vagy máshogy megnyilvánul, tehát ami magyarázható valamilyen naturalitással. A barátság semmiféle naturalitással nem magyarázható. Valóban a barátság természet feletti reláció. Természeti lények, részben természeti lények között megy végbe, de mégis természet feletti. Az igazi barátság. És a barátságnak sajnos rengeteg rontott és romlott mása van alacsonyabb szinten. De a barátság tényleg barátság, akkor a barátság egy természet feletti. Eredetű, sok tekintetben természet feletti ember-ember közötti kapcsolat. És valószínűleg csak férfi és férfi között jöhet létre. Ez például némelyek egy indokolatlan megszorításnak tartanák a tanításodban. Mármint mi? Azt, hogy ez csak férfi és férfi között jöhet létre. Az ördög ügyvédjének a szerepét játszva, tehát teljesen egyetértek ezzel a megszorítással. Tapasztalat ezt támasztja alá, de nem csak a tapasztalat, hanem doktrínák részelemei is. Azt mondanák erre, hogy ez egy indokolatlan megszorítás, amit nem kellene bevezetni. Mert hogy elvileg létrejött nő és nő között, és milyen alapon állítjuk mi azt, hogy ez nő és nő között nem tud létrejönni. Nézd, ez tulajdonképpen ennek alapján azt lehetne mondani, hogy arra sincs kellő jogalapunk, hogy ilyen állítást tegyünk, hogy kavics és kavics között nem jöhet létre. Úgy tűnik, hogy nem jöhet létre. Mert nincs meg az a természet felettihez való viszony a nőben, mint egy férfiban meg lehet. Még egy magas rendű nőben és egy kvalifikált nőben sem. Ami nem azt jelenti, hogy mindenképpen viszont férfiban megvan. Férfiaknak egy nem jelentéktelen része, például a nem érje el a nőknek a mentális színvonalát. De azok nem is tekinthetők igazi férfiaknak. Nem tekinthetők igazi férfiaknak. Nem tekinthető igazi férfinak az,
akinek a Földön előforduló legmagasabb színvonalú nő, fölötte, létrendileg fölötte definiálható. Egy férfi minden létező nőnél magasabb rendű. Ha az férfi. És férfivá egyebek mellett, amit a fizikumhoz való viszonya teszi. A nagyon nagy mértékben. Nagyon nagy mértékben. Mert sajnos a mász, a hímnemű ember és a férfi közötti különbség, bár mérhetetlenül nagy, nem kap elég hangsúlyozottságot. Mert az ember a közvetlenül fenomenikusra nem tud csak figyelni. Tehát a mász irányába, a hímnemű, egyébként nem lehetne fokozni egy, és akkor végül férfivá válik. Nyilvánvaló, hogy egy férfi nem lehet nőies. De az, amit közönségesen férfiasnak mondok, ha az még inkább, és még inkább, és még, abból nem lesz sohasem igazi férfi. Szeretnék néhány gondolat erejéig visszatérni még Hamvas Bélához fűződő viszonyodra és vele való kapcsolatodra. Ahogy már arról volt szó, bár nem kizárólag, de az egyik döntő eltérés az általad képviselt metafizikai tradicionalitás és az ő általa képviselt hagyomány tisztelet, illetve metafizikai orientáció között a kereszténység megítélésében rejlett. Annak a kereszténységnek a megítélésében, amely egyebek között a férfi és női viszonyra nem fordított kellő figyelmet, bár amíg a kereszténység dominálta Európa társadalmi politikai életét, addig azért nagyjából ebben a tekintetben, főleg a mai viszonyokhoz képest rend volt. Neked Hamvas konkrétan kimondta azt, hogy ő betetőzésének látja, a hagyományok hagyomány betetőződésének látja a kereszténységet? Ezt szóban is mondta nekem, és több ízben. Tehát ezt ugye ezt leírta, és ott is találkoztam ezzel, de szóban határozottan mondta. Mert az az érdekes, hogy ez Kiencia Szakra 2-ben azért vannak olyan furcsa részek, amelyben ő maga opponál egy olyan általa is indokolatlannak nevezett hozzáállással, amely a kereszténységet kiragadja a hagyományok köréből, és nem hagyomány voltában tekint rá, hanem lényegében, és a lényegét alapul vett, tehát mondjuk atyai és fiúi és szent szellemi lényegét vett kereszténységet hasonlítja össze egy másik hagyománnyal, és úgy helyezi a többi hagyomány fölé. Most, egy ilyen fajta megközelítést ő a Scientia Sacra 2-ben elvet. És úgy tűnik, hogy mégis valami ilyesmit csinált, hogy a kereszténységet annyira lényegében ragadta meg, és úgy hasonlította össze a többi hagyománnyal, ami miatt született ez a megfogalmazás, hogy a kereszténység a hagyomány betetőződése. És ez az eljárás azért nem tartható, tehát nem hasonlíthatunk össze egy héjat egy maggal, és így tovább. Egy Hamvas azt mondta nekem, hogy számára ez volt a legnagyobb probléma, a kereszténység és a hagyomány viszonya. Végül is úgy oldotta meg maga számára, hogy a kereszténység hagyomány, egyértelműen hagyomány,
de ugyanakkor betetőzés is. Tehát a hagyomány betetőzése. Mert volt olyan periódus, mondott, hogy a kutatásai, vagy vizsgálódás, vagy elmélyedései során, amikor egyszerűen úgy gondolt, hogy az hagyomány, és kész, és volt olyan, hogy nem hagyomány, tehát hogy teljesen külön áll. És végül ezt az egységesítést tudta maga számára megfogalmazni, és ezt fogadta el. És emellett, azután, amikor erre rájött, akkor ki is tartott élete végéig emellett. Én ezzel sem értettem teljesen egyet, szóval. Én sem értek egyet vele. És a másik döntő különbség köztetek, ezt szintén élete végéig tartotta Hamvas, hogy beszélt egy ember számára elérhető abszolútumról. És ezt az ember számára elérhető abszolútumot, ezt elválasztotta egy attól a végső metafizikai abszolútumtól, amely egyébként tételezhető. Nem mondta ki az elválaszt. Használja ezt a szót, hogy az ember számára meglévő, vagy ember számára egységes status abszolútus. Tehát abszolút állapot. Nem mondja ki, hogy van egy e fölötti, de miután azt mondja, hogy az ember számára, ez azt sugallja, hogy lehet olyan. És 68-ban is ez volt a nézete. Igen. Tehát ha felvetette volna neki így a kérdés, akkor nem vetettem fel sajnos én sem, hogy lehet-e, abszolút-e, minden tekintetben egyenrangú Istennel, akkor azt mondta volna, hogy nem. Nem mondta ezt, csak nekem ez a meggyőződése. És akkor még a metateisztikus állapotok problémája szóba sem jött. Nem. Tehát, hogy teljesen Isten feletti állapotok elérhetőek, sőt, bizonyos tekintetben az abszolútum metafizikum nem tekinthető teisztikus állapotnak. Bár leírhatóakként, de nem tekinthető annak önmagában. Egyébként találkoztam olyan emberrel már, mondjuk nem volt akkora súlyú, hogy egyáltalán ezt a nézetet én ugye a nézetek körében regisztráljam magamban, csak de minden esetben egy Hamvas követő, akkor azt mondta, hogy hogyne van ilyen, hogy abszolút abszolútum, és de ez Isten alatt van. Tehát ilyennel is találkoztam. A Baktai Ervin is azon az állásponton volt, hogy a buddhizmus nem beszélt megváltásról, mert nem beszélt a nirvánán túliról. Ha a nirvánán túliról beszélt volna, akkor beszélt volna. Hát ez természetesen én szempontból merőben elfogadhatatlan. Igen, mert egy nagyon alacsony szinten tételezett nirvánáról van szó. Igen. Tehát messze menően elfogadhatatlan. Nagyon érdekes, hogy... De javítsák ki, kérlek, hogyha nem így látod, hogyha... Gyönyörű sorokat írt le Hamvas a barátságról. És úgy tűnik, hogy ugyanakkor ő olyan ember volt, akinek ugye a barátsága az eléggé ritkán adatott meg. Tehát kevesekkel. Hát a barátság általában ritkán adatik meg. Ő pedig őnála szóval nagyon fontos volt. Nem csak elvileg, hogy ezt kimondta, hanem tulajdonképpen ő erre súlyt helyezett, hogy ez legyen. Én nem onnan nézem, hogy tulajdonképpen melyik a tökéletesebb, vagy teljesebb, vagy
Szóval döntően más természetű. Egy teljesen transzcendentális egységre törekszik. A férfinő az az androgynoszi egységre törekszik. De még androgynoszból is lehet több. Ez az egység, erre az egységre való törekvés, mondjuk úgy, hogy elvben az androgynoszok közötti egységet akarja megvalósítani, itt lehetne tulajdonképpen valahol definiálni a barátságot. Ez egy más létrendhez tartozó kapcsolat. Annyira érdekes, hogy például a korunkban ugye baráti közeledések teljesen nélkülözik a távolságot. És minden mai modern baráti közeledés az valahogy egy teljesen ellenkezője a távolságtartásnak, és távolságrombolás. Odáig elmenően, hogy ma már nem is tudnak elképzelni barátiként egy olyan kapcsolatot, amelyben bármiféle távolságtartás van. Sőt, aztán ennek már az egészen aberrált és pervers formái is megnyilvánulnak, hogy gyakorlatilag a valódi barátságot sem tudják elgondolni anélkül, hogy létre ne jöjjön valami testi kontaktus közöttük, vagy valami nagyon alsó szintű beszédben is alsó szintű, meg egyéb tekintetben is alsóbb szintű emberi kapcsolódás feltétlenül szükséges, hogy együtt járjon a barátság esetében a mai modern felfogás számára. De a modern álbarátságnak minősíthető barátságban is megvan az igazi barátságnak valamilyen töredék eleme, de hát nem ez dominál. Valami megvan abból, csak ezért málékony, bizonytalan. Tehát belevetül akár az ellenséges reláció. Igen, például. És mindig annak a függvénye, hogy a másik mit tett meg, és mit nem. Az igazi barátságban ilyen nincs egyébként. Egy tudatosan felélesztett baráti érzületben az döntő és meghatározó mértékben nem jöhet kalapba, hogy a barát mit tett, vagy mit nem tett meg. Ezért a fele barát fogalom az ez egy nagyon bizonytalan valami. Főleg az, amikor félig barát, félig ellenség szó. Mert ilyen is van. Bár magát a régi értelembe vett fele barát kifejezést, azt ilyen megalkotás, akkor ilyen analitikus szempontokat nem vettek figyelembe, úgy tűnik. Nem, ma ezek ma egyáltalán az interpersonális kapcsolatok a jelenkorban nagyon furcsák és nagyon vészterhesek. Hogy lehet ne, költői kérdés, de érdemes feltenni, hogy lehetne természetfeletti valóságok tapasztalatához való eljutásról, és szorosabb értelembe vett metafizikai megvalósításról beszélni egy olyan esetben, amikor az ember a saját interpersonális kapcsolatrendszerét nem tudja megvalósítani. Szerintem sehogy. Hát nem. Tehát én nem mondom azt, hogy egy metafizikailag magasra jutott létező esetében szükségszerűen cizellált és nagyon finoman kidolgozott interpersonális kapcsolathálóval és nagyon magas szinten megvalósított kapcsolatokkal kell, hogy rendelkezzen egy ilyen ember, de hogy
a metafizikai megvalósításhoz kvalitásként a magas szintű interpersonális kapcsolat alkotásnak meg kell lennie, ez egészen bizonyos szerintem. Igen, nyilvánvaló, hogy nem lehet minden esetben tökéletes interpersonális relációk között élő embert nagyon találni. Szóval lehet valaki rendkívül magas rendű spirituális lény, akit mondjuk elhagyott a felesége. Persze, minden további nélkül. Lehet ilyen. Szóval ott nyilvánvaló valami hibát elkövetett az egészben valamit, de ez esetleg teljesen elenyésző azokhoz az értékekhez képest, amit az illető reprezentál. Igen, igen, a metafizikai realizációhoz képest azért ezek más nagyságrendű. Módszertanilag az embernek mindenképpen úgy kell beszélnie a metafizikáról, hogy valamiféle útszerűség, de legalábbis ösvény nyíljon. Ugyanakkor viszont, amikor megvizsgáljuk azokat a területeket, amelyekben a természet feletti, mint egy bevetülve valamit létrehoz a világban, mint a szépség, a barátság, hierarchia említett területeit, akkor egyszer, mint olyan ideák irányába próbál az ember ösvényt nyitni, amelyek önmagukban azért nem képesek arra, hogy egy metafizikai út nyíljon rajtuk keresztül. Tehát a barátságon keresztül, barátságból, szépségből, hierarchiából az ember intuíciós sorozatokat tett magáévá, amelyek a metafizikalitás jegyébe állnak, és abba az irányba is mutatnak, de önmagában ezek az eszmék azért nem alkalmasak arra, hogy ösvény nyissanak az embernek metafizikai utat. Metafizikai... Sőt, tulajdonképpen még az olyan utak sem, amelyeket joggal nevezhetünk upamárgának, szóval ilyen mellékösvénynek, amely nagyon jó, hogyha az ember életében ilyesmik vannak, de azért igazán célhoz nem vezetnek. Például ilyen a mondjuk a virágrendezés, ikebana, vagy a teaszertartás útja, vagy egyebek. Nincs garancia arra, hogy ezek a természet feletti megnyilatkozások, vagy a természet feletti ezen megnyilatkozásai feltétlenül visszavezessék a törekvőt. Nem. Legkevésbé sem. Annak ellenére, hogy vannak olyan kitételek, hogy akár ezen is elindulhatna valaki, de a semmin is elindulhatna valaki, szóval, és nem vezet. Ennél sokkal komplexebb utak is nagyon kétséges, hogy hova vezetnek, de ezek az egyszerű kis mellékutak, ezek úgy megtámogatják a szellemi ember életét, hogyha ilyeneket beépít a saját egzisztenciájába, hogy ő virágot rendez, meg törpefát nevel, meg mit tudom. Szóval ezeknek van értelme, magasabb értelme is van, de azért ezeknek a révén nem lehet igazán eljutni. Vagy legalábbis ez olyan valószínűtlen, de teljesen valószínűtlen. Mint hogy azt szoktam mondani, és jogal, hogy végeredményben a megvalósítás, felébredés megvalósítása az, azt mondom, hogy fel akarok ébredni, és erre felébredek. Hát tulajdonképpen nem kellene más, csak a felébredés szándéka. De miután a felébredés szándéka nem olyan erős szándék, ezért nem tud millió mindent áttörni. És ezért kellenek egyéb dolgok is. Na most egy ilyen mellékút sem olyan, hogy igazi áttörő jelentősége lehet.